Na szóval, most raktuk le, hol is tartottunk, hol is tartottunk. De igen, hogy innen, itt, tehát ez úgy hívják, hogy végignyomom a azt ki teljesen el vagyok. Ja igen, itt van a reptér, ez a reptér. Itt csináltam egy kört, így egy nagy kört csináltam, úgy hívják. Így valahogy. Leszálltam, és utána újra fel, és akkor elindultam erre a brutál hosszú útra, 1 óra 40 perc, vagy 50 percet akartam menni. És kurvára el voltam foglalva azzal, hogy merre is kell pontosan menni, mert ha elbaszod az elejét, akkor nem találkozni, akkor utána tök el tudsz tévedni. És itt elindultam. Bocsánat, ezzel indultam el. És itt fogod látni, amire nem készültem annyira lelkileg, hogy itt van a budaörsi repülőtér. A budaörsi repülőtérnek a forgalmi köre, vagy iskola köre, amelyiken ők köröznek, az kb. Így néz ki. Így itt van az IKEA, és akkor itt szállnak le megint, és akkor itt vannak körbe-körbe. Itt megyek itt tök nyugiba, és egyszer csak jön velem szembe, hogy ó, mondom, bazd meg, elfelejtettem szólni a budaörsieknek. Na és akkor itt az volt az izgalmas az egészre, hogy végig mutatom neked messziről. Itt van Vecsés, meg itt van Ferihegy Airport. Tehát itt van Ferihegy. Ferihegy körül van egy ilyen védett zóna, hogy 2000 láb fölött a nagy évek vannak. Úgyhogy végig legalábbis itt van a zóna. Itt pedig, ezen belül pedig nem szabad bemenni. Egyáltalán nem szabad bemenni, tehát itt van egy ilyen négyzet, meg nem szabad bemenni, és ezen kívül idáig, meg 2000 láb alatt kell menni. Itt lehet 2000 láb fölött. Gondoltam, hogy megyek egy kicsit 2000 láb fölött, ameddig lehet. Eljutottam Őrkényig, nem tudom hol van, mindegy. Itt egy kicsit izgalmas volt, de itt van Őrkény. Itt befordulsz balra, és nem fogod elhinni, de gyakorlatilag ilyen nincs tájékozódási pont. De gyakorlatilag a GPS alapján kellett menni, és akkor mentem, és akkor eljutottam a végtél, amíg a Nyárs Apát nevű nagy szitiig, ami gyakorlatilag felülről alig látszik, hogy van egy pár ház, ez a félút, és akkor itt megfordultam. Látszik mindig a magasság, hogy milyen magasan vagyok. Látszik a relatív. Én nagyon-nagyon dobáltak az a levegő, mert nagyon-nagyon sok termék volt menet közben. És közben nagyon utáltam, hogy van termék, mert nem akartam 7000 láb fölé emelkedni. És akkor itt visszafordultam. Ha mindegy, ez nem annyira ízgi. Itt, ami jó volt, hogy itt már látszik az autópálya. És akkor tudtam, hogy az autópályának az innenső oldalára nem szabad menni, mert a Ferihegynek a zónája, és akkor fagyra nézze. Megyek, és itt átkelek a Duna fölött, és itt van, még megint itt van Budaörs. Már gondoltam, hogy nem akarok már senkivel találkozni, és itt ebbe a pillanatban itt vagyok, és itt megjelenik egy gép. És gyakorlatilag majdnem szembe mentünk, és van egy olyan szabály, hogyha szembe jön két gép, akkor mind a kettőnek jobbra kell fordulnia. Tehát nekem erre kellett már fordulni, neki meg erre. Igen, ám csak tudtam, hogy ő ezt a kört csinálja. Itt csinálja ezt az iskolakört. Tehát akkor én még jobban belemegyek az ő körébe, őt meg nagyon megszivatom. És közben mondta a tájékoztató szolgálat, hogy figyelj, jön vele szembe egy repülőgép, mi lenne, ha elkezdeni rádiózni neki. És mondtam, hogy jó, nagyon kikerülöm, és akkor azért van benne egy ekkora kerülő. És akkor itt volt még vicces, nem tudom mennyire fogom tudni elmutatni, hogy megérkeztem saját kis, jó kis otthoni repülőterem fölé, ide. Igen, ám csak senki nem volt a repülőterem, és nem tudtam, hogy honnan kell leszállni, hogy innen kell leszállni, vagy innen kell leszállni. Tehát, hogy ebből az oldalról, vagy erről az oldalról. Úgyhogy elkezdtem bemenni, hogy megnézem, itt van a emlékszel a szélzsák. Ha megnéztem a térzsákot, láttam, innen kell leszállni. Oké, akkor forduljunk vissza. Igen, ám csak itt csak magasan voltam.
elkorvászoltam, hogy jó, akkor inkább elmegyünk és csinálunk egy nagy kört, és akkor visszamentem arra a körre, mint a beidomított majmok, mert onnan már ugye, majdnem csukott szemmel le tudok szállni. Azért annyira nem voltam fasz a legény, hogy egyből innen így lenyomjam, hanem akkor vissza a kályhához, megcsináltam a nagy kört, és akkor itt le, és akkor leszállt, és akkor take off, landing, és akkor itt látszik, hogy gyakorlatilag majdnem két órát nyomtam, hol van. Take off volt 9:31-kor, landing volt 11:17, nagyon nem volt két óra. Na, ennyi. Ennyi volt a hosszú utam.